Azért volt nagyon fontos, mert akkor már tíz éve folyamodott Magyarország hiába az ENSZ tagságért. Részben azért, mert Magyarország a vesztes oldalon állt a második világháborúban, is, maga az Egyesült Nemzetek szervezete a fasizmus ellen Egyesült Nemzeteket akarta. Másrészt pedig az hidegháborúnak volt egy olyan padhelyzete, amelyben se az egyik, se a másik oldal nem akart engedni, és nem akart, hogy bizonyos országok bekerüljenek a közgyűlésbe, és így a szavazati arányokat módosítsák. Ugyanakkor éppen az enyhülésnek volt egy áldott pillanata, mind egész Európában sőt, hogyha úgy tetszik a világpolitikában, mint pedig Magyarországon. Ez már az az erjedési folyamat volt, amely azután 1956-hoz vezetett. Egy nagyon jelentős külpolitikai siker. Ugyanakkor benne volt az is, hogy az ENSZ alapokmányának az emberi jogokat garantáló mozzanatait ratifikálta a magyar törvényhozás is, Senki nem tudta, hogy ez igazából nem egy külpolitikai siker volt, hanem az államvédelmi hatóságnak a hírszerzését erősítette meg, és elképesztő pozíciókat talált neki New Yorkban. Megpróbálta ezt az új külpolitikai vezetés áttörni, és nagyon érdekes volt, hogy éppen azért, mert a nemtéri külügyminisztériumi épületben nagy stalinisták voltak, nagy Imre magához vonta a külügyi tárcát, és ezen belül még azokat a legközelebbi munkatársait nevezte ki, akikben maradéktalanul megbízott. Különös volt az is, hogy az első időben még a stalinisták, Vettek részt a nagy Imre kormányban, tehát például éppen akkor, amikor Magyarország az ensz fordul, akkor még ezt a sztálinista apparátus is képviselés közvetíti. Ami nagyon különös volt Kós Péter, aki belügynek nyilvánította ezt a szovjet beavatkozást, és ami miatt óriási tiltakozás lett, és haza is hívták, mint hogy le lettesztik, hogy Konduktorov Leo az igazi neve, ami nem volt egészen igaz. Ő teljesen ártatlan volt. Ő akkor még a Nagy Imre kormány utasítását követte, hiszen akkor úgy tűnt, hogy kompromisszumot lehet kötni a szovjetekkel. Ha visszavonják az ENSZ-hez való folyamodást, akkor a szovjetek hajlandóak tárgyalásokat kezdeni, ami meg is történt. Csak hogy a hazahívott Kóspéter helyére egy Szabó János nevű diplomata került magyar ENSZ delegátusként, aki pedig a kemény vonalas ávónak, tehát akkor az államvédelmi hatóságnak a hírszerző részlegének volt egy titkos munkatársa, és két további ávós irányította, Holdai Imre és Rácz Pál. Mind a kettő közvetlenül kapott utasításokat a szovjet ENSZ misszión dolgozó KGB-sektől, tehát ők már jóval korábban tudtak arról, hogy invázió készül, hogy új kormányt alakít Kádár János, mint például ennek a kormánynak a képviselői, akik ebben az időben még tökölön bujkáltak a forradalmárok elől. Sokféle feltárnivalója volt tennivalója, sajnos nagyon kevés. És tegyük hozzá, hogy az ENSZ 11 kísérletet tett addig a magyar ügy megoldására, mire ezt a bizottságot 1957. januárjában létrehozták. És ebben a 11 kísérletben benne volt Hammarskjöldnek, a volt svéd ENSZ főtitkárnak számos ilyen próbálkozás, hogy politikailag is valamiképpen találjon megoldást arra a helyzetre, amit ugye katonailag a szovjetek oldottak meg közismert módon. Ez két tényező zavarta meg hogy nagyon erőteljesen. Az egyik a szuezi válság, tehát az, hogy Izrael, Anglia és Franciaország támadást indított Egyiptom ellen, tehát a nyugati demokráciák mérhetően kompromittálódtak, hogy ők is erőszakkal akarnak megoldani egy politikai krízist. A másik a szovjet vezetésnek ezt követő hirtelen irányváltozása. Hajlandóak lettek volna még a forradalom fényes napjaiban kicsivel nagyobb mozgásteret engedni a magyar, magyaroknak, és ekképpen az egyéb szocialista országoknak, amikor a suezi válság egy világháborúban fenyegetett, abban a pillanatban visszavonták ezt a döntést, és a katonai megoldás mellett voksoltak. Ami nagyon fontos volt, és ezt a kutatásokból látjuk elég pontosan, hogy Hamarskjöld nem tudta megoldani a politikai kérdést, de érzékelt, hogy rettenetes humanitárius válságban van kialakulóban, 200 ezer menekült, Magyarországon pedig katasztrofális mezőgazdaság, szétlőtt városok, hiányzó gyógyszerek. Tehát mindazt, amit politikailag nem tudott, azt próbálta meg kompenzálni éppen a humanitárius válság kezelésével, csak hogy ezt titokban kellett tennie, mert az ENSZ, amint politikailag is megpróbálta az alapokmány elveit érvényesíteni a magyar hatóságokkal szemben, abban a pillanatban ellenségnek nyilvánították, ezt az elképesztő mennyiségű segélyt pedig a vörös kereszt szervezetén belül és a vörös keresztnek a felségjele alatt továbbította az ENSZ Magyarországra. A magyar különbizottság, amikor létrejött, akkor voltaképpen történetírás volt a feladata, és voltaképpen a helyet, hogy egy-két hónap alatt megoldották volna a dolgukat 9 hónapig dolgoztak rajta, és még amikor az első jelentésüket napvilágra hozták, akkor sem sietett az ENSZ vezetés, hogy ezt mielőbb napirendre tűzze, hanem szeptemberben, 57. szeptemberében, majdnem egy évvel az események után benyújtottak egy történeti krónikát.